Tiszta szoba, vetett ágy, sublót, akár csak egy tájházban. Bagol jártunk Nagy Jenőné Magdi néninél, aki páratlan helyi viseletgyűjteménnyel rendelkezik. A közel 400 darabos kollekció minden darabjának ismeri a történetét, a volt tulajdonosát. Gyerekkoromban nagyon-nagyon tetszett a népviselet. Akkor még olyan volt a hagyomány, annyira őrizték ezt a népviseletet, illetve nem is őrizték, természetes volt, hogy mindenki népviseletbe járt. Engem édesapámnak a foglalkozása miatt, mert ő cipész volt, engem nem népviseletbe járattak, illetve pici korban népviseletbe voltam, mint zobonyos, egy-két éves gyerek, de utána iskolába mentem, már nem ilyen ruhába jártam, és szinte csúfoltak az osztálytársaim, hogy én nem vagyok középük való, a szünetekbe, iskolaszünetekbe, a játékokban nem vettek be, mert én más voltam, mint ő. És minden nap sírva jöttem haza az iskolából, és akkor édesanyám nagyon nehezen, mert édesapám a háborúban odavetszett, meghalt, eltűnt, és akkor nagyon nehezen a rokonság segítségével átöltöztetett népviseletbe. Én voltam a legboldogabb gyermek, hogy nekem is olyan ruhám van, mint a többiének. Magdi néni már fiatal korától kezdve tudatosan figyelte az emberek öltözködését, az ünnepkörökhöz tartozó viseleteket. Lelkes amatőrként szorgalmasan feljegyezte a tapasztalatokat, melyet később könyvformájában is kiadtak. Az asszonyok templomi viseletétől, egy egyházi éven keresztül, adventtől a bagi búcsúig. Asszonyok templomi viselete bagon. Ez a könyv benne foglalja az egyszerű köznapi miséknek a viseletét, például májusi litánia, októberi litánia, meg minden nagy ünnepnek, annak a másnapjának mindnek a viseletét bemutatja, és a saját ruhadarabjaimmal, amelyeket házaknál vettem, vagy a Turai vásáron vettem. Nagyon sokat voltam Kartalon, ott volt ismerősem, akinek a segítségével tudtam ruhákat venni. És készülőben van egy másik könyv is, amiért már csak kiadóra vár. Ebben a könyvben mi található? Ebben a könyvben a egyházi éven át a népi ajtatosság, amit még ma is visel, vagy ma is végzünk az én vezetésemmel a templomba, az ünnepek szerint, tehát adventől szintén az egyházi év végéig, a megfelelő népi ajtatosság hozzá a megfelelő ének, az énekek lekottázva, mert nagyon szép kis kiadványokat látunk, de kotta nincs hozzá sehol, és én szerettem volna, hogyha fennmaradjon az énekhang is. Ezért megkértem a kántor urat, kottázza le. Most legközelebb Szent József olvasója május 18-án, akkor azt végezzük, és ahhoz is megvan szépen benne az ének, megvan az olvasónak a végzéséhez a szöveg, a bevezetőjének, befejezőjének. Nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon gazdag gyűjtemény, mert utána minden a húsvét és annak történéseivel, minden az egy egyházi éven keresztül benne vannak a népi ajtatosságok. Persze ehhez tartoznak még fotók is, mert szeretnénk bemutatni a régi fekete-fehér fotókat, hogy akkor mit mutatott a ruha, és most a modern technika segítségével mit, mennyire meg tudja mutatni a mai technika azt, hogy mennyire szép. Ez a gyönyörű viseletünk, szerintem ez páratlan itt a Galga mentén, főleg ennek a négy községnek a viselete. Magdi néni amellett, hogy gyűjti az autentikus ruhákat, tárgyakat, azon kívül nagyon szeret hímezni is. 2002-ben aranydiplomát kapott kiemelkedő művészi alkotásaiért. 2000-es évek elején, 90-es évek végén, akkor sokat foglalkoztak ilyen kiállításokkal. És akkor már nekem nagyon sok saját készítésű hímzésem volt eredeti bagi motívumokkal, amit Kolárböske néni trukkolt nekem, és azokkal neveztem be a gödöllői kiállításra, és ott részesültem aranydiplomába. A hímzést, a nagyon szép bagi hímzést, vagy legyen az Turai, azt is, legyen Boldogi,
csak eredeti. Én azt a legmesszebb menőkig elismerem, és nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogyha valaki ezt még utánam is művelné, készíteni, hogy ne menjen feledésbe, mert nagyon félek, hogy ez feledésbe merül, és nem gazdagítja majd a jövőnket, ami csak a múltunkkal értékes. Magdi néni népviselet gyűjteménye hány darabból áll? Csak maga a népviseleti darabok, a kiegészítőkkel együtt van 370 körül. Majdnem 500 darabból áll az egész gyűjtemény, az ugye berendezési tárgyak képezik a többit. És lehet-e arról szó, hogy esetleg felöltözzek egy ilyen ruhába? Lehet, nagyon szívesen és örömmel. Egy pár alsó szoknya már rám került, de tulajdonképpen miben is leszek én most felöltöztetve? Egyik legszebb viseletünkben, húsvét másnapjának a viseletébe, amikor is Sejjenbe öltözik a Bagi asszony minden nagy ünnepnek a másnapján. Most adom a harmadik fehér szoknyát, és sorba következnek majd a ruhadarabok, ami nagyon szép összhangot fog mutatni, amikor meglátjuk a végeredményt. A hétköznapi öltözetbe, amikor egyébként nem húsvétra készültek az asszonyok, lányok, akkor is ennyi alsó szoknyát hordtak? Igen, csak olyat, mint az enyém, tehát, hogy szegettek, más anyagból vannak, nem fehér vasaltak, hanem ilyen szegettek, és vagy két-három szoknya mindig volt alul, de itthon csak olyanban voltak, ami már nem ünneplős. Ez egy kicsit olyan még majdnem ráncos, ezt úgy mondják, hogy jönni-menni való. Tehát ebbe mehetek boltba, mehetek a községházára, ez olyan. És ha már templomba mentünk, például ez október litánián, május litánián, akkor már ilyen nagyon szép ráncos szoknyát vettek fel. És az alsó szoknya, az mindig ilyen pirossal szegett szoknya volt. Ezeket a fehér szoknyákat csak a második gyermek megszületéséig viselték, utána már ez már nem illette meg a fiatalasszonyt. Akkor már az alsó szoknyák, akkor már szegett szoknyára lettek váltva. Hát én mindig azt mondom, hogy ez két emberes viselet, mert ha nem is volt nagymama vagy édesanyja, aki segítsen, akkor ott volt a férj, aki mindig megigazította egy picit a ruhát, ránézett a feleségére, megkérdezte mindig a felesége, hogy Feri, nézd meg, hogy nem kis csücske a kendőn, vagy nézd meg, hogy nincsen félre. Tehát ez mindig volt valaki, vagy a gyerek, de valaki mindig meg tudta nézni. Egy picit a fehér szoknya régen mindig egy olyan fél centire, az ki volt a felső szoknyából. Ez egy nagyon szép bordóposztú szoknya, kék kazsmérral van alászegve. Olyan nagyon érdekes a viselet, olyan elütő színeket használtak. Tehát az véletlenül se bordóval szegték fel, hanem ugye, ami jobban mutat, ez a bordót mindig egy kékkel, vagy netalántán zölddel szegték fel. A gyűjteményemet, amikor vettem, rendszereztem őket, és felcímkéztem, de erről még vezetek egy füzetet, sőt számítógépen is van, hogy például a V18/1-es tétel alatt megvan, hogy ez a bordószoknya, bordóposztószoknya a 2-es tétel alatt gyűjtötte Nagyjenőné, és ott a rávonatkozó dolgok megvannak a füzetbe, sőt most már még számítógépen is. Tehát az is, hogy ki volt esetleg. Igen, mert így korba be tudom helyezni, hogyha tudom, hogy az, akitől vettem, hány éves, de ő azt mondja, hogy még az édesanyámé volt, akkor már tudom, hogy az édesanyja mikor született, és akkor így jobban be tudom helyezni korba a ruhákat, tehát, és minden ruhadarabom eredeti, tehát nem korhű.
menyecskének. Ez a féketője, kék sejem, ezüst csipkével, ez az úgynevezett pipiske, amit már csak a fiatalok hordhatnak. Azt mondta az egyik ismerősem, akitől gyűjtöttem, hogy egy aranycsipke, az egy félöl fának az értékével volt azonos. De egy aranycsipkés, egy fekete mindenkinek volt. Egy hétköznapló mindenkinek volt, mert a hajviselet megkívánta, hogy legyen. Legyen az gazdag, szegény, ennek meg kellett lenni, valahogy előteremtették. És ha olyan szegényebb volt az a lány, de a násznép lakodalomkor, vagy a vőlegény hozzátartozóik nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy vajon mit hoz a lánya házhoz. Akkor volt olyan szomorú dolog is, hogy a nagyobb lánynak visszahozták a holmiát, és beletették a sublótba, és azután szépen a nővér visszahordta azt, ami az övé. Ha tudta, a fiatal asszony pótolta a férje keresetéből a ruhát. Ha nem, akkor szegényen eltengődött azzal a szegényebb ruhatárral, ami ő neki volt, de a legszegényebbnek is megvolt a nagyon szükséges, az ünnepek, amit megkívántak, az megvolt mindenkinek. Ez nagyon fontos. Először is megigazítjuk, hogy középen legyen. Szépen ráncba szedjük. Úgy mondják, hogy leszedtük a nyakból, hogy itt ne legyen begyűrődve, és szépen ráncba legyen ez a kendő. Utána pedig, ezt így légy szíves, fogd meg, utána pedig elől nagyon szépen ráncba szedték. A szépen megkötött kendő dicsérte a viselőjét, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy szépen beráncolva legyen az a kendő. Sok összegyűjtött, nagyon szép és régi ruhával. Mi a terve Maudi néninek? Hát nagyon szerettem volna, ha itt marad a szülőfalumba, de a szülőfalum nem tanúsít utána érdeklődést, és így arra kényszerülök, hogy eladjam. És nagyon szeretném eladni, mert előre haladott a korom. Szeretnék még sok szellemi értéket átadni annak, akit ez érdekel, mert még nagyon sok írott anyagom van, van íratlan anyagom is, hogyha bármiről kérdeznek, tudok válaszolni, és szeretném nem magammal vinni a sírba.
2009. szeptember 29-i képviselőtestületi határozat kimondja, hogy azonnali határidővel Bag Nagyközség önkormányzata Nagyjenőné Bagi lakostól az önkormányzat részére 3 millió forint összegben megvásárolja a népviseleti gyűjteményét. Az önkormányzat ezidáig a megállapított összegnek csak egy részét fizette ki. A közel 400 darabos muzeális gyűjtemény eszmei értéke felbecsülhetetlen, várja leendő tulajdonosát. Thank you.